reggeli füstjelek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Még mindig Gánton vagyunk a Tárt Kapu Alapítvány szervezésében a mozgássérült táborban. Bencz úr Klaudiával már találkozhattatok. És Klaudia elmondja most, hogy ő miért is szeret ebbe a táborba járni. Jöjjöttem a termeteket. Igen, sokat kap a táborból, azért, hogy lelkileg feltöltődhet, és ez neki rengeteget számít. És ezért érzi jól magát itt. Elmondanám egy tavalyi élményünket is. Közösen voltunk éppen kirándulni Fehérvárcsurgón, és Klaudiát egy matracra, a többiekkel együtt egy matracra lefektettük. Végtelenül fáradt volt ő is, és végtelenül fáradt voltam én is, és úgy gondoltam, hogy én is ledőlök mellé. Egy másik pokrócot leterítve, ott szúnyókáltam, és Klaudia nagyon óvatosan kibontotta a kezét, hogy meg ne üssön engem, megpróbálta kinyújtani, és megsimogatta a vállamat. És ez nekem olyan nagyon jól esett, hogy kicsordultak a könnyeim is, mert olyan mértékű szeretetet tapasztaltam, és alázatot tőle. És sokszor az ember ilyenkor arra gondol, hogy ezért érdemes élni. Ehhez szeretnék egy igeverset is felolvasni, hogy a Jóisten hogy tanít bennünket minden élethelyzetben. Példabeszédek könyve 22. fejezet, 4. verse így szól. Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság, tisztesség és élet. Aki megtanulja az igazi alázatot, aki megtanul azzal élni, aki megtanul szeretni valóban, az Úr félelmére tekinteni, benne bízni, ráhallgatni, annak gazdagság, tisztesség és élet adatik. És ez független attól, hogy hova született, milyennek született, független minden életkörülményétől, mert gazdagság, tisztesség és élet adatik. Ezekkel a szavakkal kívánunk Klaudiával minden szépet nektek a mai napra. Ránk gazdag és élményteli órák várnak, hiszen együtt vagyunk és erre készültünk egész évben. Ez pedig megadatik nektek is, ott, ahol vagytok, ott, ahol segíthettek, ott, ahol adhattok egymásnak, ahol az Úr félelmét megtanulhatjátok. Így van. Azt mondta Klaudia, hogy reméli, hogy jövőre is ilyen körülmények között együtt lehetünk. Köszönjük a figyelmet, szép napot kívánunk mindannyiótoknak!